Olá Kata a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Beszéltünk már akkor, amikor még azt gondolta ön, hogy szabadságában korlátozták, amikor megragadták és odébb húzták ott a Fidesz székház előtt, és most megtudhatta a rendőrségtől, hogy dehogy korlátozták, megmentették. Pontosan. Veszélyben volt. Azt nem tudom, hogy veszélyben voltam-e, megítélésem szerint nem voltam veszélyben, mert az az épületrész, ahol tartózkodtam, az nem tűnt éppen életveszélyesnek. Noha valóban a Fidesz székház többi része az igen életveszélyes állapotban van. Tényleg? Csak ugyan, ez a helyzet. Omlik össze, igen. Vagy legalábbis akkor mindenképpen romos állapotban volt. De, na mindegy, szóval, hogy ezt igazából nem az én tisztem eldönteni, szerencsére, hogy kényszerítés történt-e velem, vagy nem. De akkor mit csináltak? Ott volt ez a bizonyos, később kiderült a neve is az úriembernek, S. Ferenc, meg az is kiderült, hogy ő már ült nem is akármiért börtönben, meg pénzbehajtás, meg nem tudom, miket tudtunk meg a kollégák jóvoltából, újságírók jóvoltából. Ő azt írta ki a saját Facebookjára, hogy őt senki nem hívta, kérte, ő annyira szereti a pártot, hogy ment és segített. De ez a bizonyos S. Ferenc volt az, aki önt így megfogta, és onnan elvitte, vagy mi történt? Így történt, igen, ez történt. Ez a bizonyos S. Ferenc, aki önkéntes Fidesz aktivistaként tartózkodott a területen, tehát valóban őt nem hívta senki, ő önkéntesen érkezett oda, még csak a testőrgárdának sem volt a tagja. És miközben épp mentette önt? A életét és testépségét is veszélyeztetve, közben mit mondott? Jaj, jöjjön kisasszony, megmentem magát? Nem, igen, ez egy elég furcsa helyzet volt, mert hogy nyilvánvaló volt, hogy nincs rajta egyenruha, teljesen, tehát hogy civil ruhában volt, és ezért meg is kérdeztem, hogy nem rendőre, mert hogy azt pontosan tudtam, hogy csak rendőrnek van joga velem szemben intézkedni. És akkor mit mondott, amikor kérdezte, hogy nem rendben? Erre nem különösebben reagált. Arra ellenben igen, hogy amikor megkérdeztem, hogy, vagy pontosabban azt mondtam, hogy ha nem rendőr, akkor nem nyúlhat hozzám, akkor így visszakérdezett, hogy miért is ne nyúlhatna hozzám. De igazából nem is, tényleg nem is ez a lényeg, hogy hogy milyen döntés született ebben az ügyben, vagy hogy milyen határozat született, hanem hogy abból a szövegből, amit kaptam, a napnál is világosabb, hogy nem megfelelően történt az összes bizonyítéknak a feldolgozása és ismertetése, vagy legalábbis nagyon részrehajlóan. A rendőrségnél? A rendőrségnél igen. Tehát, hogy mit tudom én, volt 10 tanú, akit behívtak tanúként meghallgatásra, ebből nagyjából 7 voltunk olyanok, akik aznap demonstráltunk a székháznál, és a mi szavainknak, tehát hogy 3 ember szavai kerültek be egy-egy bekezdésben a jegyzőkönyvben, és az egészen végig vonul igazából egy ilyen fedőtörténet, ami többnyire a fideszesek, illetve a Fidesz aktivistáinak, a személytitkárnak a vallomását tartalmazzák és támasztják alá, tehát hogy egy ilyen nagyon furcsán súlyozták minden esetre a bizonyítékokat. Többen megkapták már ezt a rendőrségi papírt, és már igen, blogokon ugye lehetett is olvasni, mi is kinyomtattuk. Itt van egy roppant érdekes rész, ez arról szól, hogy önöket az aktivisták, nem aktivisták, ott lévők mind felszólították, mert tehát a távozásra. És itt van egy XY, az ő nevét nem mondom, miután egyszer megkérte őket, tüntetőket, hogy menjenek föl a kerítésen lógó férfira nézve. Igen, ez egy elég neki futok még egyszer, hát ha az én szemetek. XY miután egyszer megkérte őket, hogy menjenek föl a kerítésen lógó férfira nézve, akit a legveszélyesebb helyzetben gondolt, kezdett el hosszan tartóan könyörögni, hogy mászol le onnan. Mert a kerítés bármikor a súlya alatt megdőlhet, és ő leesik. Körülbelül 30 másodperc, 1 percet vett igénybe, amíg az említett személy ezt megértette, és visszamászott biztonságos helyre. Itt nem csak magát mentették, itt mindenkit megmentettek. Tehát persze, volt egy ember, aki lógott a kerítésen. Jött XY,
hosszantartóan könyörögni kezdett, majd leírek, hogy ez pont 30 másodpercig hosszantartóan könyörgött, hogy ő ránézve, hogy menjen föl a kerítés alól, le, föl, mert a súly alatt megdőlhet. És akkor szót fogadott végre, őt is megmentették. Mindenkit megmentették. Itt elég súlyos tárgyi és időbeli tévedések vannak tényleg így. Amikor én először elolvastam ezt a határozatot, akkor viszonylag hosszú időn keresztül nem tudtam abba hagyni a nevetést. Mert hogy tényleg egy ilyen dadaista műalkotás azon kívül, hogy mondom, konkrét tévedéseket tartalmaz, illetve a jogi képviselőink szerint jogilag is téves az indoklás. Azt én azon akadtam még egy kicsit itt fenn, hogy S. Ferenc és társa, akikről tudjuk, hogy aktivisták. Okay. Nem őrzővédő Kft., nem. Ők nem. Ők hitből cselekedtek, nem is hívó szóra, látták, hallották, azonnal jöttek, mert jöttek. Munka van, védeni kell a pártot. És itt az van a rendőrségi papírban, hogy S. Ferenc és társa, ugye az aktivisták, ezért, most itt mindegy is, a jogszerű birtok védelem érdekében jártak el. Mi ez az ő birtokuk? Igen, tele van ellentmondásokkal igazából a szöveg, mert egyrészt szerepel az, hogy a rémült hangú Fidesz székház képviselők azért hívták a Testőr Kft-t, hogy megvédjék a székház dolgozóit, ugye az ellenséges tüntetők elől, akik a földön ülve alkotmány, demokráciát, jogállamot ismételgettek. Másrészt pedig szerepel valóban egy ilyen állítás, hogy azért jöttek oda védeni a székházat ezek az aktivisták, mert hogy az épület volt életveszélyes állapotban, és hogy kvázi a tüntetőket megvédjék egymástól. Valóban ez egy ilyen nagyon furcsa, tehát hogy egy ilyen nagyon furcsa válogatás. Tehát akkor, amikor ott vannak az aktivisták, akkor egyszer csak úgy döntenek a párttal nagyon-nagyon szimpatizáló emberek, hogy Jézusom, a tüntetők veszélyben vannak, hát egy stukkó mindjárt leesik, megszúrja a kerítés. Most így próbálom, hogy látom ezeket a képeket valós időben, és nagyon... ott tessék, omlik a vakolat, megyek, igen, igen. Ez meg már fönnáll. Mi van, ha az erkély vas szerkezete már meglazult? Segítenem kell. Ó, én is megyek, ez a lépcső sem tűnik biztonságosnak. Itt egy több karikás autó is lehet, hogy veszélyt jelent a szabad sajtót, szólásszabadságot követelő fiatalokra. Hát ez igen, csak itt amúgy így két dolog van, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes ennek nyomán. Az egyik az, hogy valóban így úgy van, tehát hogy a stílus elemek azok úgy vannak válogatva, hogy ez Ferencék, akik székházvédő aktivisták, egy ilyen nagyon, nagyon pozitív színben tűnnek fel, mi pedig vagyunk a gonosz ellentüntetők, akik fenyegetik a székházban lévők biztonságát. A másik meg az, ami így igazán ijesztő ebben, hogy ez is megerősíti azt, hogy a Fidesz tényleg egyre több ügyre teszi rá a kezét. És hogy eddig azért az ember nagyjából úgy biztos lehetett abban, vagy legalábbis olyan sejtései lehettek, hogy a nyomozó hatóság nagyjából így az igazságot keresi, vagy az igazság feltérképezésének az irányában jár el, és hogy ebből, ami itt van, a napnál is világosabb, hogy nem ez történt. Mit fog most csinálni? Mit fogok csinálni? Hát én azt tartanám nagyon-nagyon fontosnak, hogy a hatályos jogszabályok alapján szülessen egy normális ítélet ebben az ügyben. Fellebeznek, hogy mi lesz? Ezt még tárgyalunk a jogi képviselőinkkel, holnap fogunk egyébként tartani egy sajtótájékoztatót. Vagy hát ebben is fellebeznek, hát itt most a nyomozást fejezték be. Holnap tartanak egy sajtótájékoztatót? Igen, a Gyorskocsi utca előtt, és akkor szerintem nyilvánosságra kerül, hogy pontosan mi fog tovább történni ezután. Igen. Na, akkor majd figyeljük. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.